Indulhatunk, igen. Jó. Akkor szeretettel köszöntöm a szünet után is a résztvevőket, előadókat és hallgatókat. Jelzem egyébként, talán önök is látják, hogy viszonylag sokan kapcsolódtak be az első körbe vendégként, és hát bízunk benne, hogy visszatérnek a szünet után is. A trianonos ügyeket folytatjuk azzal, hogy dr. Zsákai Tibor nyugalmazott már főigazgató és címzetes főiskolai tanár beszél nekünk a trianoni békeszerződés és a magyar vasút kérdéséről. Kedves Tibor, tiéd a szó, parancsolj! Köszönöm szépen, professzor úr, kedves kollégák, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek ezen a konferencián. Nem tudom, látszik-e a vetítés? Igen, látjuk, csak tedd ki nagyobbra, Tiborkám. Ki a vetítést? Azt mondja, hogy hát... Majd a Sándor megmondja, mit kell csinálnod. Itt ott fönt van egy ilyen X-jel a... Keresem. Jó, még ott talán az lesz az. Úgy. Super, tökéletes vagy. Oké. Kérek a hangomért, sajnos egy műtét nyomán a hangszalagomat kivették, ja, de igyekszem érthetően beszélni. A trianoni békeszerződésről sok minden hangzott el, én egy kicsit más megközelítésről szeretnék beszélni. Az előadásom első részében szeretnék visszatekintést adni a trianon előtti magyar vasútról, arról az innovációról, amivel a magyar vasút Európa élvonalába került. Aztán a második részben beszélnék arról, hogy a trianoni határok megvonásánál milyen szerepet játszott a vasúthálózat, és ennek milyen anomáliái voltak. A harmadik részben pedig a következményekről és azokról a hatásokról, amelyek ma is jelen vannak a magyar vasúthálózaton, mint trianon öröksége. Az első vasútvonalak megnyitásáról Európában látunk itt egy érdekes térképet, és ezen a térképen azt is láthatjuk, hogy Magyarország élen járt a vasútépítésben, a vasutak megnyitásában, hiszen Anglia után, ugye a második körben, egy színekkel vannak jelezve a körök, a második körben kezdődött el Magyarországon a vasútépítés. Ez azt is jelentette, hogy a vasutak megjelenésével egy óriási gazdasági potenciál jött létre, majd ezt látni fogjuk. Az első személyszállító gőzmozdony közismerten Stevenson nevéhez fűződik, aki a Darlington Stockton Railway Company megnyitásával 1825-ben, szeptemberében indította útnak 40 km hosszon és 1435 mm-es nyomtávolsággal. Hihetetlen gyors fejlődés indult. Az angol vasútépítés technikája széleskörbe elterjedt Európában, nem csak Európában, tengeren túl is. Az első világrekord Angliában született 1850-ben, amikor is a gőzmozdonnyal 100 km fölötti sebességet sikerült elérni, és az Iron Duke Class nevű mozdonnyal pedig 125 km/h sebességet értek el. Ez fantasztikus fejlődés volt abban a korban. A magyar vasút kialakítása a német bányászokhoz köthető a kezdetekben. Ugye a Tatabányán a bányászati múzeumban találhatóak azok az első eszközök, amelyek a fából készült nyompályát jelentik.
az első közforgalmú lóvasútja Magyarországnak Pozsony és Nagyszombat között létesült 1840 és 46 között. Az egyvágányú pályán a személyszállítás 16 km/h sebességgel indult. Pesten a kőbányai lebegővasúttal is folytak kísérletek 1827-28 között, azonban ez nem bizonyult jövedelmezőnek. 1836-ban született meg vasútépítéseket lehetővé tevő törvény, aminek nyomán 1844-ben indult meg a Pest-Vác közötti vasút építése, és 1846. július 15-én meg is nyitották. 1847-ben, tehát rá egy évre, már a Pest-Szolnok 99 km hosszú szakasz is elkészült. A vasútépítéseknek óriási lökést adott Gróf Széchenyi István és az ő közlekedés politikája, ami a kor fejlettségi szintjét messze meghaladta, sőt, én azt állítom, hogy ma is érvényes tételei vannak. Széchenyi közlekedés politikája a 48-as, 30-as törvénycikkben konkretizálódott, és a koncepcióban együtt jelent meg a mai követelményeket is kielégítő módon a cél és az eszköz oldal. Ez a négy tétel, amit itt olvashatunk, egyrészt, hogy az olcsó szállítási feltételek biztosítása, ezzel élénkíteni az ország gazdaságát, a második, a közlekedés egészét egységes rendszerként kell kezelni, összhangot kell teremteni az egyes útvonalak kijelölésénél. A harmadik, a közlekedésfejlesztést a településfejlesztési és vidékfejlesztési elvekkel összhangban kell megvalósítani. Azt hiszem, hogy ez a Széchenyi tétel, ez ma is kiemelkedően fontos a közlekedésfejlesztés szempontjából. És végül, hogy a közlekedés valamennyi eszközét állami felügyelet alá kell helyezni. Ez nem egyenlő azzal, hogy állami tulajdonba venni, ne keverjük össze, de az állami felügyelet megvalósítását rendkívül fontosnak tartotta. Gróf Széchenyi István egy térképes javaslatot is előterjesztett a magyar közlekedés ügyről. Ezen a térképen láthatjuk a vasúthálózat gerincét képező vasútvonalak kijelölését, amelyek gyakorlatilag meg is valósultak. A kiegyezés évére, 1867-re a vasúthálózat hossza már elérte a 2341 kilométert, ami fantasztikus teljesítmény, hiszen 21 év alatt közte egy háborús időszakkal, a magyar szabadságharccal sikerült ezt az óriási teljesítményt elérni. A magyar vasút megjelenése egy fantasztikus fejlődést indított el. Gróf Széchenyi István hívta Pestre Ganz Ábrahámot, aki a Engermalom öntőmestere lett, majd 1844-ben kezdte el, illetve alapította, és 54-ben megkezdte a kéregöntésű vasúti kerekek gyártását. Ez fantasztikus innováció volt. 1866-ig, tehát 12 év alatt 59 vasútársaságnak majdnem 90 ezer kéregöntésű kereket adtak el. A 100. kéregöntésű vasúti kerék 1867-ben készült el, és Ganz nagyvonalúságára jellemző, hogy ebből az alkalomból a gyár összes dolgozójának és családtagjainak vacsorát adott.
1873-ban kezdődött el a MÁV gépgyárban a gőzmozdonyok gyártása. Addig, ugye ezt Csiba Józsi barátom is említette, hogy főleg belga, illetve hát angol származású mozdonyok voltak a magyar hálózaton. 1873-tól alapvetően osztrák, majd hamarosan saját fejlesztési tervek alapján folyt a mozdonygyártás. Az itt gyártott mozdonyokat már 1878-ban a párizsi világkiállításon is bemutatták, a gyártás gyors ütemben bővült, és 1896-ban a millenniumi kiállításon már az ezredik mozdonyt, őzmozdonyt nézhette meg a nagy közönség. Ha belegondolunk, hogy mindezt 23 év alatt érte el a magyar ipar, akkor ez valóban egy kolosszális fejlődést jelentett. Hogy mennyire innovatív volt abban az időben a műszaki gárda, az jelzi az is, hogy Kordina Zsigmond vezetésével egy nemzetközileg elismert mozdony tervező gárda dolgozott a MÁV gépgyárban. Az így gyártott mozdonyok 1900-ban már óránként 100 kilométeres sebességgel tudtak közlekedni. A járműgyártás nemzetközi rangot kapott, és az 1900-as párizsi világkiállításon nagy díjat szereztek a magyar mozdonyok. A gazgyár is gyorsan fejlődött, motorkocsi üzem épült 1902-ben, és Jendrasik féle motorokkal tervezett motorkocsik kerültek ki az üzemből. A GANZ motorvonatok népszerűek voltak az európai piacok mellett, eljutottak Egyiptomba, Latin-Amerikába. A II. Világháború kitörőséig a GANZ gyár ezekből a korszerű szerelvényekből több mint fél ezret exportált. Itt a fényképen láthatjuk a MÁV gyorsvonati mozdonyát, amelyik 1900-ban engedélyezett sebessége 100 km per óra volt. Tehát jól láthatjuk, hogy a századfordulóra rohan léptekbe zárkózott föl a magyar vasút az európai fejlődéshez. Nem csak a járműgyártás, hanem az infrastruktúra fejlesztése is nagy lendületet kapott. Az első pályaudvart 1861-ben Budán építették föl, ez volt a mai déli pályaudvar elődje. 1877-ben adták át a forgalomba a mai nyugati pályaudvart, amelyik ugye a pesti indóház helyén épült, azzal az érdekes technológiával, hogy az indóház fölé megépült az új csarnok, csak utána bontották el az indóházat. 1884-re elkészült Európa egyik legszebb pályaudvari épülete, a keleti pályaudvar. Ezzel gyakorlatilag Budapest olyan pályaudvarokat tudott felmutatni, amelyek akkoriban a világszínvonalat képviselték. A vasúti pályák területén is jelentős fejlődés következett be. 1860-ig kovácsolt vas síneket építettek, amelyeknek a teherbírása nyilván kisebb volt, nem voltak olyan rugalmasak, mint az acélból engedelt sínek, amelyek 1860-tól váltották föl az addig gyártott síneket. A hídépítés területén is jelentős változásokra került sor. A kezdetekkor egészen 1857-ig a hidakat döntően fából építették. A leghosszabb fahíd, a Szolnoki Tisza híd volt, amelyik 1909-ig működött. Az első leghosszabb acélhíd, vagy vashíd, az a Szegedi Tisza híd volt, ugye ma nem létezik, sajnos a háborúba tönkrement. Ez a híd
biztosította az összeköttetést Temesvár irányába Erdélybe. A szervezeti fejlődés is megjelent ezzel párhuzamosan, hiszen 1868-ban a kormány fölvásárolta a csődbe jutott északi vasutat, és 1869-ben megalakult a MÁV, a Magyar Államvasutak. 1876-ban került sor az első törvényi felhatalmazáson alapuló államosításra. Díjszabási reformot vezettek be, zónatarifa rendszert valósítottak meg, és ezzel a rendszerrel érdemben csökkenteni tudták a vasúti díjakat, ami az utasforgalom növekedéséhez vezetett. Az első világháború kitörésekor történelmi Magyarországon 21.200 kilométernyi vasútvonal, 1500 állomás és mintegy 1600 kilométer keskeny nyomtávú vasútvonal is már működött. Itt láthatjuk Trianon előtt 1917-ből Magyarország vasúti térképét, jól mutatja, hogy szervesen behálózta a Kárpát-medencét és az egyes gazdasági térségeket egymásba integrálta a vasúti közlekedés. 17-ben a vasúthálózat üzleti hossza elérte 22.869 kilométer. A magyar vasúthálózat fejlettségét is jelzi ez az ábra, ami itt most látható. Az 1 millió lakosra vetített hálózatihoz, ezt láthatjuk, hogy 1900-as években, tehát az első világháború magasságában, ez Európában, Magyarországon volt. Mikrofont legyen kedves kikapcsolni valaki. Tehát, haló, hallani? Haló? Igen, jöhet. Tehát Magyarországon volt a leggyorsabban fejlődő hálózat, és a fajlagos hálózatihoz Európában, Magyarországon volt a legnagyobb, 1261 kilométer vasútból jutott 1 millió lakosra. És hát elérkeztünk a világháborút követően a trianoni békeszerződéshez 1920. június 4-én. Ezen a képen a trianoni palotát elhagyó magyar küldöttségvezetőket látjuk, Benárd Ágostot, Drasenházár Alfrédot, akik hát nem megszégyenülve, de lehajtott fejjel hagyják el bánatosan a Trianon palotát, a jobb oldali képen pedig a Nagy Trianon palota galériája, ahol a békeszerződés aláírásra került. A tárgyalások során különböző megfontolások jelentek meg az új határok megvonásánál. Ugye a magyar, Nagy Magyarország területén élő nemzetiségek azok önállóságot követeltek, illetve csatlakozni kívántak részben az anyagországukhoz, illetve a felvidék, ugye Csehországgal egyesülve Csehszlovákiát hozta létre. Ezen a térképen, mint láthatjuk, a magyarok lakta vidéket sárga vonallal húztam körbe, és sárga pöttyökkel megjelöltem azokat a nagy gazdasági és kulturális központokat, amely a magyar lakta vidéken volt. Volt kísérlet arra, hogy etnikai alapon húzni meg a határokat, azonban ez nem lehetett keresztül vinni, mint majd látni fogjuk azért, mert a stratégiai
gazdasági szempontok, a vasúthálózat kialakítása jelentős befolyással bírt a határok megvonásánál. Döntő szempont volt, hogy Magyarországot elszigeteljék, ezért a Magyarországon, a történelmi Magyarországon meglévő úgynevezett harántirányú vonalakat mind az ország határon kívülre kívánták helyezni, és ezzel a megmaradó országban csak egy sugár irányú vasúti hálózat maradhatott meg, amely nyilvánvaló, hogy mind teljesítő képességét tekintve, mind szerepét tekintve teljesen más volt, mint a történelmi Magyarország vasúti hálózata. Arról nem beszélve, hogy olyan nagy gazdasági és közlekedési központok kerültek határon kívülre, mint Kassaros, Nyóbozsony, Munkács, Hungvár, Szatmár, Németi, Nagyvára, Temesvár, Arad, Szabadka. Tehát ezek mind a mai határon kívül, de a határhoz közel lévő döntően magyar lakta települések voltak. Itt láthatjuk azt a térképet, amelyik döntően meghatározta a magyar határok megvonását. Itt az utódállamok vasúti érdekeit látjuk. Ez három nagy vonalnak a megvalósítását jelenti. Északon az úgynevezett transzcseszlovák fővonal kialakítása, egyes számmal jelölve, ami Magyarországot, mai Magyarországot Kassától, ugye Csapig terjedő szakaszon döntően érinti. A másik az úgynevezett román körvasút létrehozása, amely Királyháza, Nagyvárad, Arad, Temesváron keresztül gyakorlatilag az Alföld-Fiumei vasút ellehetetlenítését jelentette. És a harmadik, a transzjugoszláv román fővonal, amelyik Zágráb, Szabadka, Temesvár irányon keresztül, ugye Bukarest és a Fekete-tengeri kikötőkig tartott. Ezek a törekvések és ezeknek a megvalósítása, mint stratégiai célok, lekorlátozták a magyar területi határok megvonásának a lehetőségét. Itt láthatjuk, hogy mit jelentett a határok kijelölése. Ugye egyrészt az alföldi ütőér szétszabdalását, itt láthatjuk, hogy Beregszász, Szatmár, Németi, Nagyvárad, Arad, Szabadka, és innen ugye Pécs, illetve az Adria irányába tartó nagy útvonal, amely gazdasági jelentősége óriási volt, öt országba került, és ezzel az Alföld és az alföldi régiónak a szerepe teljesen megváltozott, hiszen az itt megtervelt javakat ezen a vasúton szállították, ugye a fiumei kikötőben. A hálózati veszteségekre jellemző, hogy valamennyi fővonal meg csonkításra került. Ugye a történelmi Magyarországnak öt ország határa és négy határállomása volt, keletkezett 49 vasútvonal átvágása. Tehát ennyi határállomás, ebből 42-t ugye a nyílt vonalon metszettek át. Tehát új határállomásokat kellett építeni. 21 önálló hév vasútból 13 a teljes hálózatában két részben elveszett. Határmenti vasútvonalak jelentősége lecsökkent, elindult egyfajta elnéptelenedés ezekben a térségekben. A közlekedési térszerkezet és gyökeres átalakulása következett be. A végeredmény az lett, hogy a MÁV megcsonkított hálózatával az utódállamoknak kiszolgáltatott
tranzitforgalmú vasútársasággá vált. Ha visszaemlékszünk a Nagy-Magyarország vasúti hálózatára, akkor egy integráns, jól harmonikusan megszerkesztett vasúthálózat volt. Mint említettem, a trianoni békekötésnek egyik célja az volt, hogy elszigetelje Magyarországot. Az elszigetelést a hálózat integritásának a felszámolásával is elősegítették. Itt ugye látunk példát Észak- és Kelet-Magyarországon olyan furcsa megoldásokra, mint például ugye a Losonc és Nagykürtös közötti vasút egy része Magyarországon keresztül halad, Nógrád-Szakállyési pajta, ez a ipolysági peás vonal, tehát úgy lehet Szlovákiából Szlovákiába átjutni, hogy át kell jönni Magyarországra. Ugye egy nonsens. Kelet-Magyarországon a vasútvonalakat úgy metszették át, hogy a Kassa, Csap, Királyháza, Szatmárnémeti, Nagykároly vasútvonal, ami hát majd látni fogjuk később, egyfajta körvasút volt, azon belül vonják meg a határokat, még véletlenül se maradjanak az új Magyarország határain belül, mert ugye stratégiailag a hadsereg mozgását ez megkönnyítette volna. Ugyanígy Dél-Magyarországon és Észak-Magyarországon is rémséges dolgok történtek. Ugye délen láthatjuk, hogy a Baja, Szabadka, Szeged vasútvonal ugye átmetszésre került úgy, hogy Szabadkát a szerb oldal kapta meg, és a vasútvonalnak a két vége itt maradt Magyarországon, ugye halott vasútként. Észak-Magyarországi régióban ugye Losonc Fülek Szlovákiához került, a vasútvonalaknak a megmaradó része itt maradt Magyarországon, de hát ilyen formában használhatatlanná vált. És hát itt van az Alföld-Fiumei vasút, ugye, amely rendkívüli fontossággal bírt az ország életébe, hiszen főként a gabona exportunkat és egyáltalán a mezőgazdasági terményeket, amelyeket nagyrészt a Fiumei kikötőn keresztül szállították el a történelmi Magyarországról. Ennek a vasútvonalnak ez a jelentősége megszűnt, hiszen öt országba került át ez a vasútvonal. Itt láthatjuk a 1868 évi 8-as törvénycikket, amelyek az Alföld-Fiumei vasút Nagyvárad-Eszéki részének a megépítéséről szól, illetve egy emléktáblát a vasútvonal létesítéséről. Ugyancsak a hálózati integritás felszámolását szolgálta a Miskolc-Sátora-Jaújhely-Csap irányú vonalnak a szétszabdalása, hiszen ez volt igazából a keleti, ugye Lemberg irányába menő fővonala az országnak, és hát Sátora-Jaújhelynél elvágták ezt a vasútvonalat, ugye míg a mai százas vonal a Máramarosz-sziget felé haladt, Debrecentől Királyháza Máramaros felé, tehát más funkciója volt, ugye az összekötő vonalat jelentette a Debrecen-Nyíregyháza Csap vasútvonal, amelyik lett aztán a MÁV 100-as fővonala. Ugye itt látható az úgynevezett Antant körvasút, amelyik ugye, hát nem csak Losonc, mert tovább lehetne menni egész Pozsonyig, onnan indult, és a mai Magyarországot gyakorlatilag körbe öleli, mert ugye Szabadkáról aztán Eszék, Fiume irányába halad. Látható, hogy ezzel a
körvasúttal gyakorlatilag úgy becserítették Magyarországot, hogy katonailag egyrészt, stratégiailag ellehetetlenítették, de ellehetetlenítették a megmaradó vasúthálózatot is, hiszen épp a Haránt irányú vonalak kerültek az utódállamok területére. Aztán történtek furcsaságok a határkijelölésnél. Az egyik ilyen furcsaság, amit itt szeretnék bemutatni, az Kötetyán állomáson történt. Az eredeti tervek szerint Kötetyán állomáson a határt, az állomás közepén a felvételi épületnél akarták meghúzni, hogy egy paradox módon ketté vágta volna a vasútállomást. És amikor ezt a magyar delegáció szóvá tette, nagykegyesen a határt kivitték az állomás egyes számú kitérőjéhez, de úgy, hogy a váltóállító készülék már román területre esik, hát egy agyament, aberált, nem tudom minősíteni, milyen döntése volt ez a nagyhatalmaknak. Minden esetre szégyen teljes és nevetséges. Még 5 perc, Tibor. Igen, befejezem. Ugyanez történt a határral Ágfalvánnál, ahol szintén a Lorbersbachi egyes számú kitérő eleje az Magyarországra került, aztán később itt láthatjuk az osztrákok, praúzták. Ugyancsak furcsasága már említett Sátoralja újhelyi delta, ami az államhatárok szétszabdalásával elvesztette a jelentőségét. Ugye a maga a delta vágány átkerült Szlovákiába, így Sátoralja újhelyről mind Kassa, mind Csap irányába csak határon keresztül lehetett haladni. Itt a határ megvonását ráadásul a legendák szerint az is motiválta, hogy a Ronyva-patakot a csehszlovákok hajózható folyóként jelölték meg a béketárgyaláson, ezért a Ronyva-patak határfolyó lett. Itt látható az eszközveszteség, amit elszenvedtünk. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a terület és népesség veszteség arányában veszítettük el a vasútvonalaink eszközállományát is, talán kivéve a vasúti járművek gyártókapacitását, amiből ugye a veszteség aránya mindössze 20%, illetve a járműjavító kapacitásnak mindössze 50%-át veszítettük el. Ez talán köszönhető volt annak is, hogy az ipari központ Magyarországon Budapest volt, és néhány nagyváros, mint Győr például, ahova települtek ezek az ipari létesítmények. Máig tartó hatások. A közlekedési hálózat erősen Budapest központú lett, hiszen levágták azokat a Haránt irányú vonalakat, amelyek összekapcsolták ezeket az útvonalakat. A gazdasági központok a rendszerváltozás után átalakultak, állomási kapacitások túlméretesek, hiszen a nagyvasúti hálózathoz voltak méretezve, és a Trianon követő gazdasági átalakulás miatt is most már túlméretesek. Határmenti megcsonkított vasútvonalak jelentős része jelentőségét elvesztette. A megmaradt vasúthálózatunk ilyen értelemben túlméretes, hiszen van egy sor olyan mellékvonal, amelyiken nem tudunk igazából forgalmat generálni. A közúti közlekedés fejlődésével összehangolt új közlekedéspolitika szükséges. A vonalbezárások jelentős része határmenti, határközeli kisforgalmú vonal érinti. Itt ezen a térképen láthatunk egy térképet a felszámolt vasútvonalakkal pirossal jelölve, és pirossal jelölve a felszámolt határátmeneteket is. Tehát jól látható, hogy Trianonnak sajnos máig tartó hatásai vannak
amit nem sikerült meggyógyítani. Ez a mai magyar vasúthálózat, amelyiknek a sugaras elrendezése sajnos megmaradt, és ezen nem tudtunk érdemben változtatni. Nyilván ez részben a gazdasági fejlődés és a gazdasági térségek fejlődésének is köszönhető, de nagy részt annak is, hogy elveszítettük a rendirányú vonalainkat. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ha van kérdés, akkor örömmel állok rendelkezésére a hallgatóságnak. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen dr. Zsákai Tibornak a előadását, és hát szabadkozott Tibor, hogy nem érteni, hát szerintem ezt lehetett érteni hozzá. Már hozzászoktunk a hangodhoz közben is. Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy hozzászólás kérdés. Igen, Parancsolj Imre. Ja, nem, azt hittem, hogy a Perger Imre akar hozzászólni, elnézést. Akkor szabad nekem megjegyezni egy-két dolgot? Természetesen. Ez az János, egy pillanatra, itt van az Imre, csak Imre, kapcsolt be a mikrofonodat. Imre, ki van? Jó, most már jó van. Na, bocsánat, Imrém, elnézést. Akkor jól láttam, hogy akarsz hozzászólni. Tibornak a nagyon tartalmas előadásához szeretnék egy-két kiegészítést vagy korrekciót hozzátenni. Én is foglalkoztam mostanában trianoni vasúttal, és egy csomó olyan számadat van, amit szakembereknek le kellene ülni, és végig kellene gondolni, hogy melyik szám az igaz. Egyetértünk. A trianonban megszüntetett határátmeneteknek a száma, én cipőmet levettem, és 56-ot számoltam, ebből kettő keskeny nyom közül, ugyanis az a kérdés, hogy mondjuk Gyékényest és Zákányt hánynak számoljuk, Sátorújhely hánynak számoljuk, Bánrévét hánynak számoljuk. Ez az egyik ilyen gondolat. A másik ilyen gondolat, itt a Tibor egy picit összekeverte a dimenziókat, mert a Szlovákiába menő passzázs vonal, tehát a nagykürtösi vonal, az a második világháború után az 50-es évek elején épül, de teljesen igaza van, hogy ez egy nonsens dolog, de hát ugyanilyen nonsens dolog volt Hidvég Ardónál, ahol egy kőbánya Hidvég Ardó állomásnak a végpont felőli végén jött be, és ment át Csehországba. Ezt nem tudom, hogy mikor építették. A trianoni békeszerződésben érdekes dolgok voltak. Ugye a nógrádi vasutat azt mi kaptuk meg. Drégely Palánktól Ipoly Tarnóc. Áraskáig. Ipoly Tarnócig. Ugye a szlovákok ennek fejébe koridorjogot kaptak 10-re. A románoknál sem volt meg a Kiskienő és Nagyszolonta közötti vasútvonal, ezért a románok ugyancsak 15 évre koridorjogot kaptak Békéscsabán keresztül Aradra, illetve Kiskienőre, és nem volt meg a bánrévei deltavágány, ezt is ugye úgy húzták meg a határokat, hogy Bánréve Magyarországon maradt, de úgy kellett a határt kiigazítani, hogy a deltavágány megépíthető legyen, hogy Rozsnyóra el tudjanak menni. És nem volt meg Rozsnyótól Tornáig a vasútvonal. Tehát gyakorlatilag a csehszlovák állam az Tornától Kassa, Csap, Királyháza, Nagyvárad és Nagyszalonta a vonalig megkapta, ahogy a Tibor nagyon jól mondta, azt a vonalszakaszt, amivel elkerülhető lett Magyarország, vagy úgy is mondhatjuk, hogy körbezárható, vagy körbejárható lett.
Ugye ugyanemiatt került Szabadka a túloldalra, mert az alsó részen nem volt tisztességesen járható vasútvonal. Ugye a Csókai hidat, ha jól emlékszem, később építették. Ez hasonló dolgokon. Na most nagyon jól fogalmazta Tibor, hogy a határmenti elvágott vasútvonalaknak a sorsa az az egész környezetüket Magyarországon és a túloldalon is meghatározta, mert ezek a vidékek elvesztették a természetes központjukat. Ugye Nagyváradtól Kassáig sok mindent. És halmozottan hátrányos vidékként lettek apostrofálva. Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy nem tudjuk, hogy ezek a vasútvonalak azért lettek gyenge forgalmú, kisforgalmú, ráfizetéses vasútvonalak, és ez a környéz halmozottan hátrányos, hogy melyik volt előbb a tojás, hogy a vasút megszüntetése miatt lettek halmozottan hátrányosak, vagy a halmozottan hátrányos térségük hozta a megszüntetésüket. Most egy baj van, hogy ez a halmozottan hátrányos helyzet tovább csúszik mindig. Ugye 1959-60, illetve 82-ig megszüntettünk 15 vasútvonalat, ami ugye kisforgalmuként itt ragadt a trianoni országból, akkor 9 vonalon a túloldalon megmaradt a forgalom. Most már csak 3 olyan vasútvonal van, ahol a túloldalon megvan a forgalom. Egy csomó helyen megmaradt a vasútvonal, nem szedték föl, de gyakorlatilag a többsége már járhatatlan, mint például a szerbeknél, de mondjuk a Körös-Nagyharsányi átmenet Nagyvárad felé, onnan 4-5 kilométer hiányzik. Vagy a Rédicsi átmenetből hiányzik 1-2 kilométer. Tehát nincsen koncepciónk. Jelen pillanatban az én általam számított 56 határátmenet, meg az azóta épített 2 közül összesen 19 helyen van személyszállítás. Ami borzalmasan kevés, és nagyon sok olyan van, ahol meg lehetne csinálni, és végig kellene gondolni, de erre senki nem gondol. Én Győrbe fogok majd előadni október végén, és akkor azt számoltam, hogy mi az, amit a Trianon előtti magyar vasútból áthoztunk. Hát egy, áthoztuk az 1912 óta érvényes személyszállítási díjtáblázatunkat, és díjszámítási. Ez világrekorder. Vissza lehet keresni, azóta volt korona, pengő, forint, minden kerekítés, de a rendszer változatlan maradt. Áthoztuk a budapesti vízfejet, áthoztuk a budapesti centrikus vasúthálózatunkat, áthoztuk azt, hogy nem tudunk mit kezdeni a budapesti vasútvonalakról. Tibi, te még emlékszel rá, amikor Telek János volt a vezérigazgató, igen, helyettes, meg a pesti pályás igazgató, és nagy ütembe fejlesztettük a törzshálózati vonalakat, és mindenki föltette a kezét, hogy Budapest közigazgatási határánál meg kell állni, mert senki se vállalta, hogy bejövünk Pestre. És azóta eltett 40 év. És hát áthoztuk a 100 éves épületeinket, amik még mindig fafödémesek, még mindig ott állnak csodaszép téglával, és nem tudunk vele mit kezdeni. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen, ez már tulajdonképpen átmegyünk az utolsó napi rendi pontra, de nem baj, mert van időnk, inkább most beszélgessünk, mint hogy utána szétmenjünk. Van egy másik jelentkezőnk is, Fenyves Lászlót látom. Parancsoljon, kedves Fenyves úr! Köszönöm szépen. Valahogyan nem tudom, mi az oka neki, csak hiányolom, hogy egy vasútvonalról, ami metszi a mai Magyarországot, tehát mondhatnánk a Trianon utáni országot, ugye kétszer is nem hangzott el. Igaz, hogy itt főleg mávosok beszéltek, én se voltam gyeseves, de azért elmondanám, hogy Sopronba be, Sopronba ki, ugye mikor, hogy hívták ugye az átmenetet, de lényeg az, hogy Sopron keresztül felé, de mondhatom, hogy aztán megint a Mávra vissza, ugye Kőszegig el lehetett menni valamikor, tehát ez, mint szeretném mondani, hogy kimaradt, és csak eszembe jutott az Imre gondolataiból, de természetesen a többször volt szó Szabadkáról,
hogy tudjatok róla, van egy kész megvalósíthatósági tanulmánya, ugye a Baja Bácsalmás szabadkai dolognak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szabad nekem is hozzászólnom? Én nagyon egyetértek a Sándorral is, és Imrével is, amikor azt mondogatják, hogy le kellene ülni a szakembereknek, és megnézni pontosan az adatokat, mert sajnos, bevallom őszintén, most egy kicsit lehet, hogy sértő is leszek a vasutas kollégák felé, hát legendák keringenek, szóval, és hiába erőlködik mondjuk egy történész, adott esetben én is, meg más is, nem tudjuk kiirtani a legendákat, mert ezek mennek, és le kellene úgy ülnünk, hogy akkor megállapodni, mint ahogy a Biblia egy egységesítésében megállapodtak a keresztény egyházak Magyarországon, hát ugyanezt kéne csinálni. Az egyik ilyen történet ebbe az egységesítésbe ez a bizonyos Antant háló. Az Imre nagyon okosan és helyesen mondta, hogy nem volt meg az Antant háló. Tehát a 20-as években, 20-as, 30-as években fűzték össze Csehszlovák államba Tornán esetében, és a románoknál pedig Nagyszalonta és Arad között. Most volt a kezembe az a francia levél, aminek az a lényege, hogy a franciák javasolják a melléklet, a trianoni szerződés mellékletébe a románoknak, hogy jó lenne, ha megépítenék Kisjenő és Nagyszalonta között a vonalat. Tehát nem szabad összekeverni a szezont a fazonnal, meg az építési ütemeket. Ez nagyon fontos. És ugye ezért fontos ez a bizonyos határátkelés is, és egyebek is. Hogy mondjak még egy másik ehhez hasonló dolgot, ez a bizonyos Arföld-Ciumei vasút. Ugye nem tudom, mennyien jártak Békés Csabán mostanában, de ott van, visszakapta a nevét, a Fiume nagy szálló. Ugye az ember úgy csodálkozik, hogy hogy a fenébe van Békés Csabán Fiumei szálloda. Nagyon egyszerű, mert a Fiumei szálloda az ott épült, ahol a keskeny nyomtávú vasút bejött Békés-Sámson felől, Békés-Szent András felől, és elvitte az utasokat a nagyállomásra, hiszen jött a Fiumei gyorsvonat, ami Nagyváradról indul, és jó tetszenek hallani, este 10 órakor indult Nagyváradról a vonat, és másnap reggel, miután készen van a Bátaszéki híd, másnap reggel 7 órakor kiszálltak a hálókocsiból, a reggel is benne volt a vonatjegyben. Tehát igazából véve ez egy olyan komplett szolgáltatás volt, aminek a, hogy is mondjam, a maradványa megmaradt, hogy a rendszerváltás után a főutcán, Békés-Csabán a főutcán lévő Fiume szállónak visszaadták a nevét. És még egy másik dolog, biztos mindenki látta Agatha Christie-nek a gyilkosság az Orient Express-ét, vagy olvasta. Nem tudom, föltűnt-e önöknek, hogy ott Vinkovci, hát hogy, hol kavarogott Vinkovciba a vonat? Ugye, hát Vinkovciba hogy ment? Hát az eredeti Orient Express a Szabadkán Újvidéken keresztül ment Belgrádba. Vinkovci pedig a Duna jobb partján van a mai Horvátországban. Hát azért, amit az Imre említett, egy pici kis, a vasút, pici kis hidat, ami miatt inkább 5 éven keresztül az Orient Express-et rákényszerítették, és a Nemzetközi Vasút Hálókocsi Társaságot rákényszerítették, hogy ne Bécsen és Budapesten keresztül járjon az Orient Express, hanem elvitték le Milánó felé, behozták Zágrábba, ott végighozták a Száva völgyébe, átvitték Szabadkára, de onnan nem tudott hova tovább menni, ezért kényszerből és kínból építettek Zentával szembe Csókán egy hidat, ami mai napig áll egyébként, és csupa viccinálisokon döcögtették el ezt a szerencsétlen Orient Express, csak azért, hogy kikerülje Budapestet és Belgrádot, és így jutott el Bukarestbe. Tehát ezeket az alapdolgokat érdemes lenne tisztázni. A koridorjog még harmadiként
mondta az Imre kettőt, vagy hármat is mondott, hát ennél még vadabb koridorjog is lesz szó még róla az által már mondatokból, mert ugye Pozsony és Zágráb között is volt koridorjog. Ugye gyakorlatilag ott egészen 1927-ig gyorsvonat közlekedett úgy, hogy bejött Magyarországra, nem állt meg, nem volt vámolás, nem is állt meg, csak kizárólag Szombathelyen, és úgy ment keresztül az országon, hogy senki azt nem mondhatta, hogy fapapucs. És ugyanez volt érvényes a teherforgalomra, tehát nem lehetett áru a vámot kivetni a koridorjog kapcsán, mert ez benne volt a szerződésnek a mellékletében. Erről majd egy kicsit később fogok még beszélni. Elnézést, hogy ilyen sokat hozzászóltam, de talán nem mondtam fel a dolgokat. Másnak van megjegyzése? Igen, látok, Kádek István. Jó látom, Pityú, jelentkeztél? Nem jó, nem kapcsoltad ki, nem jó, nem jó, nem jó, a tele nincs kikapcsolva, bekapcsolva a hangszóról. Na, most bekapcsoltad, sikerült? Halló? Halló? Nem tudom, elvesztett Kádek István a térbe. Kérdezem, hogy más kíván hozzászólni? Nem. Ha még a Pista helyre tudja állítani a mikrofonját, akkor majd nyilván még utána hozzászólhat. Akkor engedelmük kell, én mint utolsó kuncsaft szeretnék beszélni önöknek egy olyan területről, ami viszonylag keveset jön elő, mert ugye a Velencébe volt egy békeszerződéshez kapcsolódó egyeztető bizottság, amelynek a tagjai igen gyakran vitatkoztak, és a nagyhatalmak állították össze. Most ez a Velencei Bizottság foglalkozott az apró részletekkel, nyilvánvalóan a nagyok hazamentek, sőt, tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, amikor harmadszor is összekeverte Bukarestet, Belgrádot és Budapestet, akkor fölállt Wilson elnök, és azt mondta, hogy én ezt soha életben nem fogom megtanulni, és fölállt, és kiment a teremből. Hát igazából a Velencei Bizottság foglalkozott apróságokkal, nézzük meg, hogy a vasúttal kapcsolatban mi történt. Szabad tovább mennünk. A következő díját, Sándor, hogy legy szíves. Igen, már szó volt erről, hogy mennyi volt a Magyar Vasútnak a fejlettsége. Az egy jobb adat, amit a Tibor mutatott, mert ott 1 millió lakosa vagy nézetkilométerre van. Én nekem egy kilométeres adatom van, tessék megnézni, ugye országok nyilván az Oroszország európai része a nagy terület miatt olyan nagy, de hogyha azt nézzük, hogy Ausztria és Magyarország gyakorlatilag mennyire kiemelkedik a közepes és kis méretű európai államok között, akkor látjuk, hogy Nagy-Britanniához képest természetesen kevés, Franciaországhoz képest is kevés, de az összes többi államot viszont vezeti 1914-ben. Mehetünk. Ez a szám, amit ugye már sokszor és sokan idéztünk, és itt van a békekonferenciának az alakuló asztal, négyszögletű asztala, és magának a bizottságoknak és a delegátusoknak a részvétele, ahol sajnos ugye Magyarország különböző okok miatt nem volt jelen, úgyhogy mire a magyar delegáció kiért, addigra gyakorlatilag mi fölöttünk döntötte. Ormos Mária kutatásaiból és Romsics Ignác könyveiből egyértelműen látjuk az eredeti francia nyelvű diplomáciai anyagok alapján, hogy sajnos a március végén, április elején végleg eldőlt Magyarország új határa, és bármilyen szép beszédet is mondott Apponyi, túl későn volt egyrészt, másrészt pedig nem lehetett az alapelvet megváltoztatni. Tehát valójában ez a végeredmény, amit itt látom, gyakorlatilag nem a tanácsköztársaság büntetése volt, nem is a Károlyi kormány büntetése volt, hanem ez a nagy hatalmak által elfogadott utódállamoknak a nagyon kemény nemzetépítő és területépítő logikája alapján ment. Mehetünk.
itt van az a Trianon következménye, ugye, amiben egy első körben a megyéket tettem bele, és ezekre majd még visszatérünk, hogy ezt mindenki is van, nyilván ezt a térképet, hogy mi mindent szakított a körbe, de szerettem volna a számok mellé a térképet is ide tenni. Mehetünk, Sándor. Itt van az a hálózat, ami ugye itt a vitatkozás tárgya 49-42, stb. Ezt már korábban is mutattam, ez egy 921-es állapot, mert az sem mindegy, hogy melyik esztendőben vizsgáljuk meg, ami korábban is mutattam a bevezetőben, hogy ezek közül a meccések és átkerések után közül melyek voltak azok, amelyek tényleg működtek, és melyeket pedig ideglenesen vagy véglegesen lezártak. Mehetünk. Hát a vasutak területével térünk vissza újból, ezt a számot is mutattam, mások is mutatták, itt is probléma van az építési osztokkal, hogy beszámoljuk-e például az egyéb helyi és közúti vasutakat, van, aki igen, van, aki nem, beszámoljuk-e a keskeny nyomtávúakat, ha nem vállalatok voltak, hanem erdei vasutak, vagy magánvasutak, vagy birtokokon húzott üzemi vasutak, hát ezeket kellene rendbe tennünk. De az arány az egyértelmű 22 ezer fölött, és 8600 maradt belőle. Mehetünk. Igazából véve ez a következő érdekes, erről még nem látunk számot, hogy hogyan alakulnak a fővasúti társaságok, maradt ugye a déli vasútunk, amiből tulajdonképpen a döntő többségét, és erre majd visszatérünk, elcsatolták, és a Győr-Sopron-Ébenfurtiból pedig azt a kis szakaszt, ami a Határ és Ébenfurt között volt, az került elcsatolásra. A helyi érdekű vasútak esetében ott viszont látszik, hogy mennyi ment át az utódállamokba, és hát azt kell mondanunk, hogy ugye mindenben a legnagyobb nyereséget Románia kapta, de hát ez a terület nagyságával is természetesen összefügg. Kárpátalját persze össze lehet vonni Csehszlovákiával, és akkor ott is nagyon erős, magas lesz a szám, de nagyjából azt kell mondanunk, hogy az arányok így néznek ki, hogy Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság egyformán, Románia másfélszeresét, és Ausztria pedig a Kőszeg környéki és a Németújvár-Güssing közötti kis keskeny helyi érdekű vasutakat kapta meg. Mehetünk. Próbálkozunk átfogó államközi rendezésekkel. Ezek a törvények, ezek tulajdonképpen mindenre vonatkoztatott államközi rendezések, és viszont látjuk, hogy magyar-román viszont csak 33-ban rendeződött véglegesen. Ezekben benne vannak a közös birtokosságok, az átmenő birtokosok, tulajdona, a nyugdíj, minden egyéb, de benne kell lenni természetesen a vasútnak is. Na most a vasúttal kapcsolatban a békekonferencia sok mindent mondott, mert mindjárt odaérünk. Ami a lényeg az volt, hogy alapelv ő hozzájuk került területen az övéki a vasút, és azt csinálnak vele, amit akarnak, ha akarják, államosítják. Mehetünk. Na most ezt a legnagyobb problémát, amit okozta, ez a déli vaspályatársaság volt. Ennek a vaspályatársaságnak ugye a hálózat az tulajdonképpen valószínűleg mindenki előtt közismert, hogy a Bécstől délre építkező eredetileg osztrák, hogy pontos legyek, Rothschild bankház által vezetett konzorcium volt, amelynek Magyarországon is voltak vonalai. Ugye maga a déli vasút a Balaton déli partján Budától volt ugye a Sopron nagykanizsai vonal, volt a Újszőny Fehérvári a Dunához, illetve a Barcsig vezetett, két folyó a nagykikötőhöz vezetett vonal. Nos, ezek egy egységet alkottak, egy társaság volt, de ezeket, ahogy látják az arányokat, az utódállamok, benne a Magyar Királyság is természetesen,
területére szétosztva, így osztották szét, így osztódott szét. Volt egy érdekes szakasz 1921. februári és 23. márciusa között, amikor ez a rezsim provizoár volt, amikor ugye már nem léteztek államok, de még nem volt eldöntve, hogy mi lesz ezzel a vállalattal. Ez tulajdonképpen az olasz királyság erőszakolta ki, ez egy ideglenes ügyvivő igazgatóság volt a vállalat élén, de rendet kellett ebbe a kérdésbe csinálni. Ezt kezdték el Velencében tárgyalni a részletek során, ugyanakkor magát a szerződést, illetve az összefoglalót Rómában fogadták el. 1923. március 29-én, és minden állam aláírta. Mehetünk. Itt van a törvénycikk. Ugye ahogy említettem korábban, és szó volt róla már a trianoni békeszerződésben, rögzítették, hogy amennyiben szétesik egy vállalat, akár fővonali társaság, annak joga van tárgyalni arról, hogy egyben akar-e maradni, és ha egyben marad, akkor az adott államnak is joga van abba beszállni. Így ebbe ez a bizonyos 1923-as, 36-os törvénycikk, ami a magyar parlamentben elfogadásra került, ez gyakorlatilag 52 cikkeiből áll, és egy nagyon-nagyon hosszú megegyezésből. Ez a megegyezés, ez tulajdonképpen a trianoni szerződésnek a gyakorlatra való lefordítását jelentette. Ez a társasági engedély, jól látják a dátumot, 1968. december 31-ig fönnmaradt. Tehát a Déli Vaspályatársaság és az utódai, azok létezte, és az utódaként létrejött államok és részvényesek által létrehozott Vaspályatársaság az 1968. december 31-ig létezik. Ez az alapító okiratban van. Ha ezt valaki meg akarta venni, vagy ki akarta vásárolni, akkor ki kellett neki fizetni a 23-ba bejegyzett új társaság felé azt a vonalat, amelyet ő meg akar venni. Az igaz, hogy az érintett állam beleszólhatott ebbe, hiszen bérelhette a saját területén levő vonalakat, majd mindjárt látjuk, hogy mi nálunk mi történt, de ha meg akarta 100%-osan váltani, hogy úgy mondjam, nem letöröltetni akarta a jelzetet a földhivatali bejegyzésről, akkor meg kellett fizetni a részvénytársaságnak az összeget a vonalaké. Ez az állami bérlés egyet jelentett azzal, hogy a bérlő fizetett, tehát ő fizette a bérleti díjat a Bécsben állomásoló, Bécsben működő új vállalat felé. Ő tartotta föl, kezdhetett mindent. Időnként egyezkedtek arról, hogy mennyit írhat le ebből a fejlesztésből, de a valóságban gyakorlatilag nem történt ilyenre példa, és egyúttal neki kellett a forgalmat is működtetni. Egyúttal azt is garantálta, hogy az adott állam, hogy átveszi a dolgozókat. Sőt, nem csak az garantálta, hanem hogy a következő pontban is olvasható, a szerzett jogokat és juttatásokat is átvette, és ez azt jelentette, hogy például azokat a jogokat, amelyek a családtagok utazását is biztosította, azt át kellett vennie az államnak akkor is, ha nem az állam vasúthoz sorolta be, hanem csak mint bérelt vasutat működtette. A legnagyobb veszekedés és vita a nyugdíjakról volt, Velencében is és Rómában is. Ugyanis nagyon komoly nyugdíjpénztára volt ennek a Déli Vaspályatársaságnak, mint a többi vasútnak is, és a végeredmény az volt, hogy ha egyszer elviszi bérleménybe, akkor onnantól kezdve ott kell, ahova lakik a nyugdíjas, ott kell fizetni. Most ez óriási gondokat okozott, mert belegondolunk abba, hogy mondjuk nyugdíjasok átköltöztek akkor is egyik országból a másikba,
például Jugoszláviából, vagy a szerb-horvát-szlovén királyságból, az bizony nagyon komoly vitát váltott ki, de nem volt mit tenni, ez a bizonyos 1923-as törvény beiktatása után ezeket a nyugdíjakat, akik átjöttek úgy, hogy menekültek voltak ugyan, de nyugdíjasokként jöttek át, azokat a magyar államnak kellett fizetni. Mehetünk. Tehát létrejön egy új vállalat 1923-ban. Ez a megegyezés szerint, és nagyon érdekes maga a szó is, mert nem az van beleírva, hogy szerződés, azt nem lehet, mert az a Trianonban, illetve a többiekkel már nőben és máshol megkötötték, hanem ennek a megegyezéses melléklete, és amelyben leírják, hogy az igazgatóságot újra kell szervezni, a vállalatot újra kell szervezni, arányos képviselet, az első százalék, bemutatott százalékos arányos képviselet államonként, plusz a részvényeseknek is van egy bizottsága, és azt is be kell szervezni a részvények arányába. Igazából véve ez egy nagyon fontos tényező volt, hiszen nagyon komoly magáncégek, bankok voltak részvényesek, tehát ők is nagyon nagy erőt képviseltek és lobbiztak azért, hogy létrejön ez az új déli vasút, aminek a székhelye Bécs volt, ki rögzítették, hogy aranyfrankba számoltak, minden számításnak a 22. december 31-i aranyfrankos árfolyam volt az alapja, és ami megint csak fontos dolog, hiszen ez egy részvénytársaság volt, annak kötvénye is voltak a kötvények, hogyha jól működött akármelyik államterületén is, azok hozadékot hoztak, minden éve fizették a hasznot, ezeknek a kifizetését is külön szabályozták, ez csak egyhangú döntéssel lehetett bármire kifizetni, tehát egy állam se tehette meg azt, mondjuk a jugoszláv állam, hogy a ő általa használt és működtetett, bérletbe vett, volt déli vasúti, most már újonnan néven, ugyancsak déli vasúthoz tartozó, de jugoszláv vasúthoz besorolt hasznot, azt ő eltegye a nagy kasszába. Ezek rendkívül hosszú ideig tartó tárgyalások voltak, és mivel említettem, hogy a Rothschild bankház döntő befektető volt az alapépítkezésekkor, ezért is érthető az, hogy ilyen precízen kidolgozták ennek a pénzügyi hátterét. Mehetünk. Itt van a megegyezés, ugye, hogy ki mit kap, mozdonyból, kocsiból, nem sorolom, mindenki el tudja olvasni, ugye az arányokhoz is egy kicsit igazították, egy kicsit finomítottak olyasmivel, hogy ugye Bécs környékén például elővárosi forgalmat is bonyolított le a déli vasút, ezért ott egy kicsit több olyan mozdonyt hagytak ott, ami ehhez járult. Mehetünk. Következő lépés az az volt, hogy jó, megvan a megegyezés, ami tulajdonképpen mondhatnánk ezt, hogy a végrehajtási utasítása a Párizs környéki vagy Versailles békéknek. Mi történik tovább? Hát ez történik továbbiakban, hogy az SHS királyság kibérli a Bécsben székelő új déli vasúttól a vonalait szeptember 1-én, de kérem szépen, bármennyire is azt írják, és ugye ez megint a megállapodás kérdése, szinte minden szakirodalom azt, hogy államosítja. Nem tudta államosítani, mert nekik ugyanúgy nem volt pénzük, mint ahogy látják, mi a Dunaszávad-Adria vasútba vittük át, tehát mi nálunk csináltak egy önálló vállalatot, ami egy magántársaság volt, és a Gyesev mellett gyakorlatilag ezóta magánvasútunk. Mi se tudjuk kifizetni, állami kezelésbe kerül, működtetésbe kerül, de nem tulajdonjogba. Ausztria és Olaszország is ugyanezt csinál. A törvényes állami kezelésbe kerülés bármilyen hihetetlen 1968. december 31-ével történt meg. Mehetünk. És akkor itt hagyd mondjam el azt a déli vasúthoz köthető hát képet, ami miatt betettem ezt a 190-es sorozatú mozdony, mert hogyha ez minden utódállamban megmaradt ez a mozdony, és hogyha látják azt, hogy ez milyen számok alatt ment,
ugye eredetileg ott van a legelső déli vasutas száma, ugye a DV-109, és innentől kezdve, ahogy változtak az államok, ahogy változott a politikai berendezkedés, úgy variálták a számát ennek a mozdonynak, és ez mutatja azt, hogy ez a vállalat valóban nagyon zűrzavaros körülmények között ment és élt, 1968. december 31-én működött. Köszönöm a figyelmet. Most én kérdezem meg, hogy van-e hozzászólása valakinek. Imre, te jelentkezel? Ja, nem, Fenyős László, bocsánat. Fenyős László jelentkezik. Parancsoljon. Csak erről a legutolsó mondatothoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Nosztalgia Kft. Ezt a 109-es számot ezt megtartotta, tehát ilyen értelemben történelmi hagyományőrzés megvan. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és akkor bocsánat, még kiegészítésként hagyd tegyem hozzá, ugyanez volt a helyzet a Gyesevvel is. Most éppen írnak nálam egy doktori dolgozatot, és hát ugye bevallom őszintén, ennyire nem mentem bele a jogi oldalába. Hát nincs, Gyesev is csak a 60-as évek végén vált a magyar állam tulajdonában, addig csak részvényesként volt jelen a magyar állam 55% erejéig, és 45% erejéig az osztrák állam. De csak részvényesek voltak, nem tulajdonosok. Köszönöm. Hát, ha nincs senki, aki kérdezne ebbe a témába, akkor parancsoljon fel, Holcsik Ferencet látom. Jól látom? Igen, Holcsik Ferenc vagyok. Bekapcsolom a kamerát is. Köszönöm. Természetesen most már hozzá is lehet szólni az egész naphoz, ahogy már elkezdődött Imre segítségével, de nyugodtan bárki a minden témához hozzászólt. Parancsoljon, kedves Ferenc! Hát nem baj, nincs kamera, el lehet mondani szóba is. Akkor közben Radóczi Ákos is szeretne hozzászólni? Nem, jó, köszönöm, csak mert bejött a képbe, azért kérdeztem. Nem baj, hogy itt van, semmi gond nincsen, csak... Kedves Ferenc, sikerül? Most ki van kapcsolva a mikrofonja is, úgy látom, ugye, Sándor, te is úgy látod. Ki van kapcsolva, itt az Imre jelentkezett közben, úgy látom. Ja, jó, akkor bocsánat, Imre, parancsolj, természetes. Amíg Holcsik Feri előkerül. Én ahogy végigolvastam a trianoni békeszerződést, 59 helyen szerepelt a vasút kitétel benne. Ugye, érdekesség volt például, amit te is említettél, ez a koridorjog Pozsony és a tengeri kikötő között, de azzal, hogy műhelyt is építhettek volna a csehszlovákok Magyarországon, meg fűtőházat, meg mindent, és a te területedről ugye a Gola az volt egy érdekes dolog, igen, ahol a falu az Horvátországba ragadt, a vasútállomás a Magyarországon, és ennek az egy falunak a kedvéért külön koridorjogot biztosítottak, hogy a Gyékényes hídon keresztül mehettek, és gondolom, hogy a vasúti kocsi végé, vagy egy vasúti kocsi ezeknek volt fönntartva, mert ugyanúgy mindenféle ellenőrzés nélkül átmehettek a másik országba. Itt János említetted a különböző ilyen mendemondákat. Hát az én olvasatomban az is mendemonda, hogy a határa menő vonalakat föl kellett, második vágányt föl kellett szedni, és hogy nem lehet második vágányt építeni Kelebia meg Lökösháza felé. Itt a Zsákai Tibi már megmondta a megoldást, hogy az volt a problémája a gazdasági válság miatt a magyar államvasutaknak, hogy nem volt sín, emiatt
visznyereményként fölszedték a második vágányt, mint ahogy a nagykátai vonalat is fölszedték. Ez 1945 után, a háború után volt ez. Tai. Ezeket már fölszedték. Ugye a Kelebbi a Szabadka között csak egy puffer második vágány volt, meg a Lökösház, vagy Békés Csaba Kürtösi is. Tehát ezt fölszedték, mert nem volt mit egyébként beépíteni a vasútvonalakba. Úgyhogy ezeket is tisztázni kellene, hogy én nem találtam erre vonatkozó passzust a békeszerződésbe. Igaz, hogy a későbbieket én nem néztem, mint ahogy a Sopron környéki koridorjogot sem a békeszerződés határozta meg, hanem később, mint ahogy a gyesek helyzetét is később döntötték el. Így van. Azt is Velencébe döntötték el egyébként, aztán csak az nem ment el Rómáig, hanem azt Velencébe. De mindenhol azt mondtam, hogy nem szerződést írtak alá minden ilyen esetben, hanem valami más szót használtak. És a gyesek vitte magával a kezelésében lévő fertővidéki vasutat is. Így van, igen, így volt pontosan. Jó, köszönöm szépen, Imre, teljesen egyetértünk. Jó, na hát kedves Hajnos László akkor, meg van? Én vagyok a Holcsik Ferinek a magyar hangja. Valamiért leszakadt, aztán telefonon engem fölhívott. Annyit akar csak mondani a 109-es mozdony kapcsán, hogy éppen most készül vizsgára. Már nyilván volt már neki vizsgája, csak nem érvényes, most újra érvényesítetik a 109-es gőzmozdony vizsgáját. Köszönöm, csak ennyi. Nagyszerű, ez egy jó hír, mert ez azt jelenti, hogy valahol majd láthatjuk mozgásba is. Kérdezem, hogy van-e más valaki, akinek hozzászólása, megjegyzése a mai nappal kapcsolatban még bármiféle érdekes története van. Sándor! Ha hozzászeretne lehetne szólni, én csak annyit, nem kiegészítés, csak egy olyan megjegyzést, hogy az előadás videóanyagát majd letöltöm, ezt majd szétküldöm mindenkinek, természetesen a KTL honlapján megtalálható, ugyanúgy, amennyiben az előadók úgymond hozzájárnak az előadásukhoz, közzétételéhez, akkor azokat is PDF formában átküldöm a KTL-nek, hogy rakják fel a honlapra. Tehát ott megtalálhatók ezek az anyagok. És még egyet, hogyha hozzá lehetne tenni, hát ez kicsit hosszúra sikerült, de úgy néz ki, hogy mindenki a végét már elkapkodta. Volt, aki például Csiba úr, aki a felénéig se jutott nagyon el. Tehát ez egy hatalmas téma, és nem tudom, János, gondolkozzátok azon, hogy lehet ennek egy folytatása. Itt videokonferencián ezt, tehát nem kell ehhez hónapok, felkészülések, egyebek, mert ennek csak a kiegészítés esetleg szükségszerű. Olyan időtartamban, hogy gondoljátok, nem kell ennek egy hosszúnak lenni, elég egy rövidebb, összefoglaló, ki mit akar ehhez, vagy hasonló témákba egyébként feltenni előadásképpen. Köszönöm szépen, én csak ennyit. Mi köszönjük a segítséget és a lehetőséget, és hát az a közlekedéstörténeti szakosztályban még vannak Jócskán, úgyhogy igen, hát szegény Jócskába belefolytottam a szót, de hát nem tudtam mit csinálni, mert tényleg el se jutott tulajdonképpen igazából véve oda. Én föl fogom vetni ezt, hogy akkor csináljunk egy következő fordulót, ha nem is pont lehet, hogy nem Trianon, hanem ilyen és egyebek címszó alatt. Köszönjük a lehetőséget, köszönöm mindenkinek a részvételt, és azt külön köszönjük, hogy Sándor elküldi majd a linket. Akkor jó pihenés ezek után a nap után.